Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mi történik a szervezetünkben, ha lecsökken az ásványi anyagok szintje. Szeretettel köszöntök mindenkit! Természetesen, ha nullára csökkenne bármely ásványi anyagnak a szintje, az halálhoz vezetne. De nézzük meg, milyen tünetekkel jár az, ha mondjuk az ideálistól csak néhány százalékkal csökken a szintjük. A videóim többségében az ásványokat elektrolitoknak nevezem. Ez nem véletlenül van, az ásványok cserélődése teszi lehetővé a sejtekben az elektromos áramlást, mely folyamat energiát termel és energiával látja el az idegrendszer pedig az izmokat. Más szóval az ásványi anyagok biztosítják az energiát a testünk számára, ez az egyik fő feladatok, így nyugodtan nevezhetjük őket elektrolitoknak. Tehát amikor fáradtságot érzünk, gyengének érezzük magunkat, gyengék az izmaink, álmosak vagyunk, az minden bizonnyal egy vagy több ásványi anyagnak a hiányát jelzi a szervezetben. Az öt fő elektrolit vagy ásványi anyag a kálium, a nátrium, a magnézium, a klorid és a kálcium. Az első gyakori tünete az ásványi anyag hiánynak a szívritmus zavar, ennek a tünetnek az előfutára a szív dobogás érzet. Ez azért van, mert ahogy a lábon és a karon lévő izmok meggyengülnek az ásványi anyag hiánytól, úgy a szívizmok is. Ilyenkor nagy eséllyel nátrium és vagy kálium hiány lehet jelen a szervezetben, esetleg még magnézium. A második a fáradékonyság, erre ugye az előbb már rátértem. A nátrium és a kálium a felelősek a sejtekben az energia termelődésért, nélkülük a sejtjeink nem tudnának működni, azaz ha lecsökken bármelyiknek a szintje, annak első tünete a gyengeség, a fáradékonyság, az álmosság érzet. Az izomfáradtság, az izomgyengeség az inkább nátrium hiány, míg az általános gyengeség, álmosság, fáradékonyság az inkább a kálium hiány jele, de az is lehet, hogy mindkettőből kevés van. A lába, kéz, az izom rángatózások, görcsök és tikkelések is az ásványi anyag hiányt jelzik. Ezek a tünetek főként kálium, kálcium és magnézium hiányt jelezhetnek. A székrekedés szintén ásványi anyag hiány, hiszen a belek körül is izmok vannak, tehát a bélmozgást is izmok működtetik. Ha csökken az ásványi anyagok szintje, a bél környéki izmoknak sincs elegendő energiája, így nem tudják a székletet rendesen tovább mozgatni. A fejfájás, ami természetesen sok minden mástól is eredhet, de a legtöbb esetben együtt jár a nátrium hiányával. Nátrium hiány alatt az agy megduzzad, és ebből ered a fájdalom. Sok egyéb tünete lehet az ásványi anyag hiánynak még, de talán ez az öt a leggyakoribb. Nézzük most meg azt, hogy milyen esetekben veszítünk ásványi anyagokat, tehát mitől csökken le az elektrolitok szintje a szervezetünkben. Az első és egyben leggyakoribb ásványi anyag csökkentők a magas szénhidrát tartalmú ételek, főként a cukor és a finomított szénhidrátok, tehát például a gabona ételek igényelnek sok ásványt, leginkább káliumot. Ez azért van, mert a cukortárolásához, ugye a szénhidrátok többsége cukorra alakul a szervezetben, káliumra van szükség. Tehát például, amikor felmegy a pulzusod egy nagyobb adag szénhidrát bevitelétől, az azért van, mert hirtelen megnő a kálium iránti igény, így a test el kell vonja máshonnan a káliumot, és a nagyon alacsony a szintje, a szívizomtól is el fogja vonni. Az izmok számára pedig, ahogy a videó elején említettem, kulcsfontosságúak az ásványok. Amikor folyadék távozik a szervezetünkben, azzal együtt ásványanyagok is távoznak. Ugye intenzív folyadékvesztéssel jár például az izzadás, a hányás, a hasmenés, vagy a súlyosabb vérzés. De ide sorolhatjuk a harmadik ponthoz a gyógyszerek közül a vízhajtókat is, amelyek szintén ugye megemelkedett folyadékvesztést idéznek elő. A harmadik pedig a böjtölés, főként a hosszú, több napig tartó böjtök alatt csökkenhet le jelentősen az elektrolitok szintje. Nagyon sokan, akik böjtölnek, már eleve olyan testtel kezdik meg a böjtöt, amelyben alacsony az ásványi anyagok mennyisége, a testünk pedig eleve nem tárolja hosszú ideig az ásványokat. Ezért a hosszabb böjtök alatt mindenképpen ajánlott az ásványi anyag bevitelről gondoskodni. És végezetül nézzük meg azt, hogy melyek a legjobb módjai az ásványi anyag pótlásnak. Az ásványvíz nem a legjobb választás, mivel a benne lévő ásványok szervetlen formában vannak jelen, így nagyon nehezen hasznosulnak az emésztés során, már csak azért is, mert sokaknál a gyomorsav sincs túl jó erőben. Ha mégis
ásványvizet iszunk, olyat keresünk, amelyben a lehető legkevesebb a kálcium mennyisége, ugyanis a szervetlen ásványok közül a kálcium az, amelynek a legrosszabb a hasznosulása. A nátriumot és a kloridot bevihetjük egyszerűen tengeri sóval, vagy parajdi sóval, vagy himalája sóval. Vegyünk például egy pohár tiszta vizet, forrásvizet, vagy desztillált vizet, és keverjünk el benne jól egy csapott teáskanál sót, majd lassan ígyuk meg. Ha rendszeresen sósan eszünk, erre természetesen nincs szükség. A kálium és a magnézium beviteléhez nagyon jók a zöld leveles zöldségek, illetve pótolhatjuk őket elektrolit tartalmú italporokkal is. Mindkettő esetén az egyik legjobban hasznosuló forma a citrát, tehát a kálium citrát és a magnézium citrát. A sót vagy az ásványi anyag tartalmú italporokat ideális desztillált vízbe, hegyi forrásvízbe vagy reverse ozmózissal tisztított vízbe keverve inni. A kálcium pótlásához jók a tejtermékek, ha allergiánk van a kecske tejtermékek, például a kecskesajt, a kálcium laktát és a citrát étrend kiegészítő formában, vagy a litotamnium alga, amit szintén étrend kiegészítő formában alkalmazhatunk. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!